Köszöntöm nézőinket! A városi közterületek tisztán tartását szolgálja az a két modern berendezés, amelyet összesen mintegy 60 millió forint értékben vásárolt a Márpalotai Közszolgáltató Kft. A patkatisztítót és a burkolt felületek tisztítását vegyszerek nélkül vízgőzzel végző eszközt az elmúlt csütörtökön mutatta be a képviselőknek a Túrivár előtt Nátrá Roland, a társaság ügyvezetője. Folyamatos a törekvés, hogy mindig modernebb eszközöket szerezzen be a közszolgáltató, mondta el Nátrán Roland. A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Igazgatója hozzátette, tavaly már kézi seprűgépet is szolgálatba állítottak, emellett a hulladékszállító autókat is folyamatosan felújítják. Ezúttal egy 30 millió forint értékű úttisztító autót és egy speciális, több funkcióra alkalmas 13 millió forint értékű tisztító berendezést, valamint a 15 millió forint értékű szállító járművet szerzett be a Várpalotai Közszolgáltató. A mai napon pedig a mögöttem lévő eszközt szerettük volna bemutatni, ami egy út- és patkatisztító, azokat a szegélyeket, patkákat lehet vele tisztítani, ami egyébként meglehetősen nehéz feladatot ad a kollégáknak, mert hogy jellemzően kézierővel tudtuk eddig tisztítani, ami nyilván lassú és kevésbé hatékony, és ezek azok a részei az útfelületeknek, amik összegyűjtik a koszt, tehát egy fontos tisztasági lépést teszünk ezzel az eszközzel. Ugye ez a Mercedes alap alvázra felépített szerelvény, ez képes arra, hogy az útfelületek mellett tehát ezt a patkát és szegét is tisztítsa, és így módon sokkal többször, sokkal gyakrabban, és reményeink szerint tisztábbra tudjuk az utakat tenni, tisztábbá tudjuk tenni, úgyhogy a ez indokolta, miután több 10 millió forintos gépekről, eszközökről van szó, igyekszünk a lehető legkevesebb költség mellett a leghatékonyabb eszközöket beszerezni. Tehát a mögöttem lévő eszköz sem teljesen új, de nagyon keveset futott, tehát gyakorlatilag egy újszerű eszköz viszont töredékáron tudtuk beszerezni, ahhoz viszonyítva, mint hogyha egy teljesen új eszköz szereztünk volna be. A felépítményen viszont, illetve a kefék mozgató hidraulikája, azok viszont újak, tehát reményeink szerint hosszú-hosszú évekig fogják a várpot szolgálni és a város tisztaságát segíteni. A tisztító berendezés magas hőmérsékletű vizet állít elő, melyet rendkívül magas nyomással továbbít a kibocsátó pisztolyba. Emellett egy habosító készüléknek köszönhetően a magas hőmérsékletű víz hosszabb ideig tartja a hőt, ezáltal növeli a tisztítás hatékonyságát. Ezzel az eszközzel minden olyan felületet, többek között a térköveket lehet könnyedén tisztítani, melyeket kézi erővel, aprólékos munkával sem lehet megfelelő mértékben elvégezni. A fugákban megtelepedő gazt és cserjéket is meglepő könnyedséggel távolítja el a berendezés. A másik eszköz, amiről még kevesebbet beszéltünk, az egy például a vár előtti területet tisztítani képes berendezés. Az viszont egy új eszköz, ami magas hőmérsékletű, 995 fokos vagy akár 100 fokos habosított vizet használ a tisztításra. Ami nagyon fontos, hogy ez a habosítás vegyszer nélkül történik, tehát egy környezetkímélő, környezetbarát technológiáról van szó, víz marad vissza, vízgőz és víz a tisztítás után, és ezt követően egy magas nyomású, egy kompresszorral, akár 60 bár nyomású víz az, ami még a tisztítást befejezi, illetve hatékonyabbá teszi. Annak az eszköznek a beszerzési ára körülbelül 13 millió forint, és az a kis teherautó, ami hordozza ezt az eszközt, az pedig természetesen egy normál alapkivitelű teherjármű, amire ezt fel lehetett erősíteni, ez egy 15 millió forint, tehát összességében az is nagyságrendileg közel 30 millió forintos beszerzés, de miután a másik eszköz, amiről most beszéltünk, egy új eszköz, és a karbantartására természetesen most is és a jövőben is figyelmet fogunk fordítani, én azt gondolom, hogy 10-15 éves távlatban lehet beszélni az eszköz használhatóságát illetően, ami bizonyosan megtérülő befektetés a város számára. A friss beszerzésű gépeket a közszolgáltató munkatársai már korábban néhány hónapja birtokba vették, és megkezdték azok használatát Várpalota útjainak és köztereinek tisztasága érdekében. A berendezések környezetbarát technológiával működnek, hiszen csak vizet használnak a tisztításhoz, nincs szükség hozzáadott vegyszerekre.